A Magyar Dráma napját 1984-től ünnepeljük annak tiszteletére, hogy 1883-ban ezen a napon volt Madách Imre az Ember tragédiája című drámai költeményének ősbemutatója. Mint minden évben az erdélyi magyar színházak idén is megünnepelték emely jeles napot, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata például így. Az előző évekhez hasonlóan most is Aranka György szobrának a megkoszorúzásával vette kezdetét a Magyar Dráma napjának megünneplése Marosvásárhelyen. Azért ünneplünk ennél a szobornál, csak azért, mert Gyarmati János szobra nekünk nagyon tetszik, és nem csak azért, mert ez van legközelebb a színházhoz, ahogy egyes jobbindulatú emberek mondták, hanem azért is, mert Aranka György volt az első ember, aki a diétához írt egy levelet 1791-ben, hogy engedtessék már meg a magyar nyelvű színjátszás. Gondolj bele, egy olyan világ van, ahol a színház volt az egyetlen olyan hely a templomon kívül, ahol egyszerre, egy időben nagyon sok emberhez lehetett szólni. Sok embert lehetett esetleg mozgósítani, befolyásolni, nevelni, szórakoztatni, ezért csak a német nyelvű színjátszás vívott. Az ünnepi esemény rendhagyó mozzanata volt, hogy a színházi világnaphoz hasonlóan most először egy kifejezetten a Magyar Dráma napjára írt üzenet is elhangzott Meszesi Oszkár színművész tolmácsolásában. Az üzenet Láng Zsolt Kossuth Díjas író tollából származott. 3 éves korom óta sejtem, a színész nem magát játssza el, hanem mindig a másikat. Ott van az a férfi. Azt se tudom, kiféle, miféle, milyen ember, de belép az a nő, és az ő tekintetéből, mellkasának felgyorsuló hullámzásából rögtön kiolvasom, hogy az a férfi egy őrült, a végén még főbe lövi magát. Nem véletlen, hogy a színház történetet nem szerzők, nem rendezők, nem is kiemelkedő színészek, hanem társulatok írják. Shakespeare vagy Molière is a társulat tagja volt. Az sem véletlen, hogy a színháznak soha nem kellett cenzúrától tartania, vagy betiltástól férnie. Két ember szavak nélkül, sőt, kézjelek nélkül is el tud küldeni bárkit melegebb éghajlatra. Az ünnepség másik fontos állomása a 80 éve született Páskándi Géza drámaíró Kalauz nélkül című darabjának felolvasó színházi ősbemutatója volt. Én azt hiszem, hogy régóta tartozunk Páskándi Gézának azzal, hogy néha újra olvassuk a darabjait, néha megnézzük, hogy kalibráljuk, hogy még működik, még megvan. Nekem óriás élmény volt a novelláit olvasni, különösen a Hány óra Vekker urat, vagy a Beavatás című áll krimiét. És amikor ugye gondolkozik az ember, hogy Magyar Dráma napján, akkor megnéztem a születésnapososokat, és akkor ott láttam, hogy 80. Hát, ha 80, akkor nézzük meg, hogy működik-e még. Az asztal utat, aprosz nyávog! A szék nyerít! Az asztal utat, a szék nyerít! Az aprosz nyávog! Az asztal utat vadászik, csakol az asztal agár. Vadászik! Agár! Szerintem nagyon jó ötlet, mert Ionescu mellett nagyon háttérbe szorult Páskándi ebben a műfajban, így az abszurd és a szürrealizmus terén, úgyhogy nagyon örülök, hogy ismét fel lett ez hozva, és egy kicsit fel van frissítve, és ezáltal reméljük, hogy még Erdélyben máshol is fognak vele foglalkozni. Első olvasásra akkor egy picit idegennek, furcsának tűnt a szöveg. A próbák folyamán aztán lassan hozzászoktam és megszerettem, és Páskándi és Szatmári születése, ahol én 8 évet eltöltöttem, és kedvenc színházam volt, ahol a legjobban éreztem magam eddig. Végül is örülök, mert amit Gáspárik Attila is elmondott, tehát tényleg az előadásnak, vagyis a lényege az elidegenítő hatás a jelenlegi társadalmunkban, és ez azt hiszem, hogy annyira aktuális, hogy érdemes volt elővenni és játszani. Ez az előadás arról szól, hogy mennyire elfelejtünk gondolkozni, és mennyire elfogadjuk a mások gondolatait, elméleteit, hitét, és azt szajkozzuk. Ez egy nagyon érdekes, és a mai világra abszolút jellemző. El kell világosítanunk! Hogy ne éljen örök tudatlanságban! És ismerjen meg az egyetlen igazságot ezen a földön! Ne botorkáljon a homály tömkelegében! Féligazságot mocsarában! A hazugság sötétjében! Elméjét fényöntse el, és boldogság várjon útját!
Ez a szöveg most nagyon-nagyon aktuális. Tehát egy olyan politikai kultúrában élünk, legyen ez Magyarország vagy Románia, ahol mindenki meg akarja magyarázni, hogy az egyetlen egy kizárólagos igazságnak a birtokában van, és csak ő tudja az igazságot. És nincs párbeszéd ebben a társadalomban, politikai szinten, de úgy veszem észre, hogy kulturálisan sem. Tehát vagy ide tartozol, vagy oda tartozol, mert harmadik út nincs. És engem ez például nagyon zavar, mert én azt hiszem, hogy az intellektualitásnak az egyetlen nagyon komoly, nem az egyetlen, az egyik nagyon komoly ismérve a beszélgetés, a vita, az eszmék cserélése, és ez nem létezik. És ez a darab pont erről szól, hogy meddig jut el az ember, amikor csak egyetlen egy igazságot ismer, és egyet hajlandó befogadni, és csak egyet hajlandó hirdetni. És én nem szeretek egy olyan társadalomban élni, ahol én megértem azt a társadalmat, hogy egyetlen igazság volt, és most úgy érzem, hogy megint szinte arra fele megyünk. Én azt hiszem, hogy egy színházi előadás pont úgy, mint bármelyik más kulturális termék, legyen az regény, festmény, vagy egyéb képzőművészeti tárgy akár, egy tükör kell legyen. Egy fajta tükör arra a világra, amelyikben mi élünk. Én egy olyan színházat szeretek, ahol elsősorban a nézőknek a fejét célzom meg, az agyát célzom meg, és gondolkodásra késztetem őket. Nem csak arra gondolok, hogy mennyi pénzt tudok még bérletből kihajtani, vagy mennyi van még a zsebében, mennyire lehet még a színházjegyet felemelni, hogy minél többet keressünk belőle. Tehát az nem egy elsődleges cél, hanem az, hogy gondolkozunk, önvizsgálatot tartsunk. Minden előadás, legyen az My Fair Lady, vagy Figaro, vagy kalauz nélkül, egy picit önvizsgálatra késztesse az embert, amíg a busz megállóig elmegy, amíg a biciklire felül, amivel hazamegy, vagy hazasétál, vagy autóval megy, vagy taxival, nem tudom, legalább hazáig gondolkozzon, hogy te, én hogy élek? Ebben én beleférek, nem férek? Működik az, amit én a tegnap gondoltam, vagy újra kell gondoljam? És én ezt szeretném a nézőkből is kiváltani, hogy gondolkozzanak, hogy nézzenek szembe önmagukkal, hogy keressék hát a részigazsághoz, mert nem tudom, az abszolút igazságot, ez Páskándi is elmondja. Legalább a részigazságokig próbáljunk meg eljutni. Egyébként a bemutató teltházzal zajlott, a nézőtéren pedig többek között egy elismert szovátai képzőművésszel is találkozhattunk, érdekességként pedig kiderült, hogy a szobrász saját maga is főszerepet játszott egykoron egy iskolai páskándi előadásban. Kifaggattuk hát a részletekről. A Vásárhelyen, amikor én diák voltam, akkor utolsó éves koromban adták el Örkénynek a Tótik című trajkomédiáját, mint ősbemutató. Ez annyira magával ragadott a maga a műfaj, a tragikomédia, hogy amikor Kolozsvárra kerültem, akkor már nagyon rokonszenves volt Páskándi, hiszen Páskándi pontosan akkor volt a legmenőbb drámaíró a színpadokon is. És akkor a Tornyot választok, a Királyköve, a Dávid Ferenc dráma, tehát ezek tömött házzal játszották ezeket, és amikor engem egy volt osztálytársam felkért, aki most magyar tanár Szatmáron, Nagy Gyulának hívják, amikor felkért, akkor elolvastam a drámát, a tragikomédiát egy szuszra, annyira megtetszett, hogy bármennyire is járatlan voltam a színészi pályán, gondoltam, hogy valami lesz belőle, ha nem, akkor én leszek a tragikomédia, de aztán végül is annyira sikerült, hogy még díjat is nyertünk. Na de ha már ott volt, nem csak az egykori színész élményeiről faggattuk ki a szobrászművészt, hanem arról is, hogy mennyire tetszett neki a látott előadás. Teli találatnak láttam a hangulatát. Én amennyire ismertem Páskándit és a darabjait, hát ez nagyon beillik azok közé, amit én eddig láttam. Végül a bemutatót követően egy kötetlen párbeszédre is sor került a Páskándi Géza évforduló kapcsán a házigazda Gáspárik Attilával, Demény Péter író, drámaíró beszélgetett. Szép mondatok elhangzanak, hát az nem dráma. Már úgy értem, hogyha egy író ír egy drámát, egy kezdőíró, akkor azt hiszi, hogy hát én tudok írni. Jó pillanataiban ezt hiszi. Hát én tudok írni, akkor írok drámát. Na de a szép mondatok egymás után következése nem dráma. A dráma valami egészen más. És hogyha már végighallgattunk egy Páskándi darabot,
aki az idén lenne 80 éves, ugye? Akkor azt mondom, hogy ebben ugye már egy tettünk szót klasszikusokról, hagyományról, stb. Szerintem Páskándi is oda tartozik a klasszikusok közé, érték szempontjából. A beszélgetést követően egyébként az is kiderült, hogy Demény Péter kifejezetten örül a Páskándi évfordulóval megünnepelt Magyar Dráma Napjának. Már annyi napot ünnepeltünk Katonával, Madáccsal, Vörös Martival, Vörös Martival, Madáccsal, Katonával, Madáccsal, Vörös Martival, szóval, hogy ezzel a variációval. És most már elég legyen, tehát hogy nem muszáj ahhoz valaki régen halott ember legyen, még halott sem muszáj legyen, de régen halott ember biztos, hogy nem muszáj legyen, hogy az egy valamilyen ünnepet megülni általa, vele, az ő révén, az ő művei révén. Páskándi ráadásul ennek a nagy erdélyi drámaíró triásznak, Sütő Székely János Páskándi, az egyik tagja volt, bizonyos értelemben egy kovász volt, hogyha valakivel, aki abban az irodalmi életben már szerepelt, beszélget az ember, akkor kiderül, hogy mennyire provokatív tudott lenni, hogy a legendája épp úgy hozzátartozik az alakhoz, mint a művei. Tehát, hogy ő egy nagyon érdekes ember volt. Az asztal, uram, a székre így, az